Üdvözlök én is mindenkit, Sárosi Péter vagyok, a Jogriporter Alapítvány munkatársa, a Drogriporter oldal szerkesztője, illetve hát a KCKT egyik, hát elnökségének az egyik tagja, ennek a konferenciának az egyik szervezője is egyben. És ugye az eredeti programmal szemben azért nyitunk az én előadásom, mert úgy gondoltuk, hogy az ad egyfajta ilyen általános keretet az egész konferenciának, ugyanis egy olyan vitáról fog beszélni, ami jelenleg is zajlik, különösen az Egyesült Államokban, de gyakorlatilag az egész világon azzal kapcsolatban, hogy mi is a drogfüggőség, illetve hát kimondottan, ami az Egyesült Államokban még mindig uralkodó megközelítés a drogfüggőség, agybetegség modelljével kapcsolatban folyik ez a szakmai vita, és hát van egy mindenféle adok-kapok és különféle vélemények jelentkeznek ebben a vitában. Ezeket szeretném most ismertetni, remélem ez működik. Működik. Egy pici történelem. Tudjuk azt, hogy a maga függőség, az addikció az egy viszonylag késői fogalom, kialakult fogalom, legalábbis a mai értelmében. Ugye nagyon sokáig függőség az kizárólag egy ilyen erkölcsi gyengeség jellemhiba volt egészen az újkorig, és hát a függőség, mint betegség koncepciója, az gyakorlatilag a 18. század végén született meg, amikor egy Benjamin Rush nevű amerikai orvos megírta a vizsgálata szeszes italok hatásairól az emberi testre és elmére című könyvét, és ebben fektette le gyakorlatilag azt az elméletet, hogy a függőség az gyakorlatilag egy betegség, ami megbetegíti elsősorban az emberi agyat. És hát ebben az időben ez egy elég forradalmian új megközelítés volt, amely aztán a 19. században egyre szélesebb körben népszerűvé vált orvosok és szakemberek körében, és aztán a 20. században pedig hát ez egyre inkább a vezető elméletté vált az addiktológia területén. Például említhetjük ugye Edwin Morton Jelinek nevét, aki Elvin Morton Jelinek nevét, aki az 50-es években az alkoholizmus betegség koncepcióját kidolgozta, és a híres Jelinek görbét megalkotta. És hát jelenleg ennek az elmélet, amit ugye a szakirodalomban csak BDMA-nek neveznek, azaz Brain Disease Model of Addiction, ennek a fő képviselője az a National Institute on Drug Abuse Amerikában, aminek az igazgatója Nora Volkov, aki egyébként Trockijnak az unokája, ennek az elméletnek a legismertebb képviselője. És hát Amerikában gyakorlatilag ez most az uralkodó megközelítés. Például az American Society of Addiction Medicine szerint a drogfüggőség elsősorban az agy jutalmazó, motivációs és memória központjának a krónikus betegsége, és hát ugyanezt az elméletet osztják az amerikai drogpolitikának a legmagasabb szintű hivatalnokai, például a Fehérház drogigazgatói is. Ugyanakkor már a 70-es évek óta érték komoly kritikák is ezt az elméletet, és hát amiről most beszélni fogok, az ennek a vitának egy újabb felvonása, ami az elmúlt 10 évben bontakozott ki. Érdekes módon az állatjogi aktivisták indították el ezt az egész vitát, azzal, hogy hát állatjogi aktivisták így már elég régóta tiltakoznak ugye az állatkísérleteknek, különösen a nem gyógyászati és célú felhasználásával szemben, és hát például ugye az állatkísérleteknek az alkalmazását a függőségek kutatásában szintén komoly kritika érte állatjogi szervezetek részéről, és erre válaszul, vagy erre reakcióként 2014-ben a Nature című folyóiratban megjelent egy szerkesztőségi cikk, ami hát védelmébe vette az állatkísérleteknek az alkalmazását azzal, hogy igenis a drogfüggőség az egy krónikus, relapszív betegség, ami megváltoztatja az agy szerkezetét és működését, és hogy ezt az elméletet gyakorlatilag tudományos körökben
majdnem mindenki osztja, és nincsenek vele szemben komoly kritikák. Most ez a megfogalmazás volt, ami aztán kiváltott egy ilyen ellenreakciót is a szakemberek részéről, és hát megfogalmaztak a Nature-ben egy választ ezzel kapcsolatban, amit 94 addikciókkal kapcsolatos kutatásokat végző szakember írt alá, és hát ezután megkezdődött egy ilyen, hát úgy mondhatnám, egy ilyen cikkháború a különféle szaklapokban. No, egyrészt Nora Volkov és a NIDA, tehát a National Institute on Drug Abuse, és más olyan szakemberek szerint, akik viszont kritizálják ezt az elméletet, mint például Wayne Hall, aki egy ismert ausztrál kutató, vagy említhetném Mark Lewis nevét, aki egy neurobiológus, vagy Stanton Peel, egy pszichiáter, vagy aki mostanában egyre ismertebb az... Igen, tehát még lehetne említeni több nevet is, és ennek a vitának egyébként egy ilyen konstruktív kimenetele volt, hogy létrejött az úgynevezett Addiction Theory Network, ez az addikciós elméleteknek a hálózata, aminek most már több mint 200 szakember a tagja, és abból a célból, hogy elősegítse az addikciókkal elméleti megközelítésével kapcsolatos vitáknak és szakmai párbeszédnek a kialakulását. Na most milyen érvek és ellenérvek jelentkeznek ebben a vitában? Egyrészt ugye az addikció agybetegség modellje mögött elég sok tudományos bizonyítékot is felsorakoztatnak az elméletnek a hívei. Ami jellemző egyébként, hogy elsősorban itt az állatkísérleteknek a dominanciája jellemző, tehát az egyik ilyen jellemző tudományos jellemző kísérlettípus, amire hivatkoznak, az állatkísérletek, amelyeknek során ugye kísérleti állatok saját maguknak adagolnak különféle szereket, és ezeknek a viselkedését, drogkereső viselkedését tanulmányozzák, illetve fel is boncolják őket, és utána megvizsgálják például az agyukat, illetve azt, hogy a szervezetükre milyen hatással jártak ezek a szerek. Aztán ami különösen a 80-as évektől egyre népszerűbbé vált, az az agyi képalkotó vizsgálatok, amelyeknek során a drogfüggőség agyra és az idegrendszerre gyakorolt hatásait próbálják meg modellezni a kutatók, és hát ezeket az agyi képalkotó vizsgálatokat hozzák fel bizonyítékul arra, hogy a drogfüggő embereknek az agyában nagyon komoly strukturális működésbeli változások vannak, amelyek egy ilyen egyedi károsodást okoznak gyakorlatilag az agyban, amit nagyon jól le lehet írni ezekkel a szkennelési vizsgálatokkal. Aztán még jellemzően vannak ezek az ikervizsgálatok, amelyek az addikciónak a genetikai hátterét próbálják meg feltárni, és hát ezek szerint a vizsgálatok szerint egy elég erős genetikai háttere is van a függőségeknek. 40-60%-ban genetikai tényezőkkel lehet megmagyarázni a függőségeknek a kialakulását. Most az elmélet képviselői, például Nora Volkov, ők mindig azt hangsúlyozzák, hogy a függőséget okozó drogok azok egy nagyon, attól függetlenül, hogy eltérő a hatásmechanizmusok, egy nagyon hasonló mechanizmus mentén károsítják, te betegítik meg az agyat. Ezt ők úgy is szokták nevezni, hogy a drogok eltérítik az agynak a jutalmazó rendszerét. Tehát a rendszeres fogyasztás során a drogfogyasztás, ami eredetileg egy impulzív viselkedés, az kompulzívá, kényszeressé válik, amelynek során az agynak azok a területei aktiválódnak elsősorban, amik egy ilyen automatikus viselkedést befolyásolnak, miközben a prefrontális kortex, ami a magasabb szintű döntéshozásért és gondolkodásért felelős, az háttérbe szorul. Tehát ezáltal gyakorlatilag a drogfüggőknek megszűnik a szabad akarata, tehát nem a saját döntésük a drogfogyasztásnak a folytatása. És hát ami szintén gyakori érv, hogy a természetes stimulusoknál a drogok azok jóval intenzívebb hatást gyakorolnak az agy működésére.
Tehát, hogy igazából nem lehet összehasonlítani a... Hát egy jellegzetesen intenzív hatást gyakorolnak az agy működésére. Amit betegségmodell előnyeiként szoktak felhozni, az, hogy ha a drogfüggőség ugye egy agybetegség, akkor lehet rá gyógymódot is találni. És hát különösen Amerikában, de más országokban is egyre népszerűbbek azok a megoldási javaslatok, kísérletek, amelyek gyakorlatilag ilyen biotechnológiai megoldásokat kínálnak a függőség gyógyítására. Tehát például ilyen különféle implantátumok beültetése a szervezetbe, génmanipulációval, illetve vakcina kifejlesztése a függőség ellen. Tehát kimondottan az a hit, hogy igen, a függőség az ilyen biokémiai úton gyakorlatilag vagy megelőzhető, vagy gyógyítható. A másik, amit ugye előnyként gyakran felhoznak a betegségelmélet mellett, az, hogy ha ez egy betegség, akkor az államnak kutyakötelessége támogatnia a betegség megelőzésére és gyógyítására tett erőfeszítéseket, kutatásokat. Tehát, hogy a betegség modell ebből a szempontból hasznos, ugyanis hát könnyen lehívhatóvá tesz anyagi erőforrásokat azoknak a segítőknek, akik a függőket segítik. Illetve van még egy más, harmadik oldala is a destigmatizáció, tehát, hogy a betegség modell segít abban, hogy gyakorlatilag leveszi az erkölcsi felelősséget a függőnek a válláról. Ez nem az ő választása, ez egy betegség, tehát ezáltal gyakorlatilag nem morálisan elítélhetők a függők, és hát segítségre szoruló emberek együttérzést érdemelnek. És Nora Volkoff például Amerikában éppen nemrég szólalt föl a dekriminalizáció mellett is, tehát hogy ne büntessék a drogfogyasztókat, hogyha ez egy betegség, akkor nem szabad büntetni emiatt az embereket. Ami a betegségmodellnek a kritikáit illeti, ott ugye az is jellemző azért, hogy a betegségmodell kritikusai nagy részt társadalomtudományi kutatásokra hivatkoznak, de nem csak, tehát ott is vannak az idegtudomány területén kutató szakemberek, és hát többféle kritikát szoktak felhozni a betegségmodell ellen. Az egyik az állatkísérletekkel kapcsolatos, az pedig az, hogy számos kutatás igazolja azt, hogy az állatok még a laboratóriumi körülmények között is nagyon másként reagálnak drogokra, drogfogyasztásra, mint attól függően, hogy milyen környezetben nevelik föl őket. Van az a híres patkánypark, vagy Red Park kísérlet Bruce Alexandernek Kanadában, ami egy úgynevezett enriched environment, tehát egy ilyen gazdagított környezetbe helyezett patkányokat, ahol mindenféle játékot és szexet és a többi elérhető a számukra, meg különféle ételek és gyönyörök, és hogy ebben a környezetben a patkányok jóval kevésbé kényszeresen keresték a kábítószereket. Aztán ugye, amit még szintén sokat kritizálnak, ezek az agyszkennelő vizsgálatokkal kapcsolatban, hogy attól, hogy látunk, hogy az agy működése megváltozik, vagy akár strukturális változásokat is látunk az agyban, ez még nem jelenti azt, hogy a változás az feltétlenül bizonyíték a betegségre. Tehát, hogy most már azért azt is lehet látni, hogy nagyon sok olyan nem drogokkal kapcsolatos viselkedés van, ami nagyon hasonló változásokat generál az agyban. Nemrég olvastam egy olyan cikket például, ami a szerelemnek az agyra gyakorolt hatásait párhuzamba állította a kokain fogyasztásnak a hatása, és tényleg ugyanazok a mechanizmusok, és ugyanazokat meg lehetett figyelni az agyszkennelő vizsgálatokban. Akkor ami egy mostanában sokat hangoztatott fogalom, az a neuroplaszticitás, tehát hogy az agy az rugalmasan alkalmazkodik a különféle ingerekhez, viselkedésekhez, és hogy azok a változások, amiket a drogfogyasztás az agyban előidéz, azok nem végleges változások, tehát az agy az sokkal kevésbé egy ilyen statikus szerv, sokkal rugalmasabban alkalmazkodik a változásokhoz, mint azt korábban gondolták. Aztán ugye a genetikai vizsgálatokkal kapcsolatban arra is rámutatnak, hogy hát próbálták ugye
az addikciós gént megtalálni a kutatók, azokat a géneket, ami kimondottan azért felelős, hogy az emberek függővé válnak, de hogy ezek inkább kudarcot vallottak ezek a vizsgálatok. Nagyon sokféle alél felelős az addikció kialakulásáért, és hát ezeknek a kombinált környezettel interakcióra lépő hatásai azok, amik igazából befolyásolják a függőségnek a kialakulását. Illetve hát ami szintén el szokott hangozni, az az, hogy amennyiben ez egy krónikus betegség, akkor nehéz azt magyarázni, hogy a statisztikák szerint, mint például Amerikában az a legnagyobb epidemiológiai vizsgálata, NESARC, ez a National Epidemiological Survey on Addictions and Related Conditions, ez a legnagyobb ilyen epidemiológiai vizsgálat, hosszú távú. Ez alapján az látszik, hogy azoknak az embereknek, akiket addikcióval valaha diagnosztizáltak, egy jelentős része kezelés nélkül abba hagyja a szerhasználatot. És hogy ezt akkor ezeket az úgynevezett natural remission, vagy ilyen spontán gyógyulásokat, ezeket nehéz másként megmagyarázni, mint hogy egyszerűen megváltozott a társadalmi környezetük, megváltozott az élethelyzetük, és hogy gyakorlatilag, ahogy fogalmaznak a betegségmodell kritikusai, vannak emberek, akik úgymond kinőnek a függőségből, egy angolul outgrow-nak nevezik, tehát hogy egyszerűen nem feltétlenül igaz, hogy ez egy egész életre vonatkozó krónikus állapot. Aztán, amit még szintén felhoznak a kritikusok az betegségmodellel szemben, hogy egyfajta ilyen biotechnológiai hübriszhez vezetett, hogy ahhoz a meggyőződéshez, hogy itt akkor kizárólag biokémiai eszközökkel lehet a függőséget kezelni. Erről ma már azért tudjuk, hogy nem igaz, bár nagyon sok ilyen kísérlet volt, nagyon sok eszközt kidolgoztak, de ma már azért el lehet mondani, hogy ezeknek a nagy része önmagában nem képes, nem lehet azt mondani, hogy ez a függőségnek a gyógymódja lenne. Aztán a stigmával kapcsolatban elismerik, ugye, hogy igen, a betegség az levesz nagyon sok függő embernek a válláról egy ilyen szégyent és megbélyegzettséget, ugyanakkor egy másfajta stigmatizációhoz is tud vezetni. Tehát, hogy teremthet egy újabb, a medikalizáció az teremt egy újabb stigmát is, és ez igazolhat, legitimálhat a kényszernek az új formáit is, mint ugye amikor kényszergyógykezelésre köteleznek drogfüggőket. Aztán a forrásokkal kapcsolatban rámutatnak, hogy a betegségmodell egy aránytalan forráselosztáshoz vezetett. A világon egyébként a drogokkal kapcsolatos kutatás 90%-át a NIDA finanszírozza, és hát ezeknek a nagy része az előbb említett állatkísérletekre, agyszkennelő vizsgálatokra, neurobiológiai, kémia és a többi vizsgálatokra megy el. Jóval kevesebb pénz megy viszont társadalomtudományi, politika és a többi vizsgálatokra. És hát ami még szintén felszokott merülni az, hogy ez az életre szóló függőség, ez egy ilyen önbeteljesítő stigmává válhat. Tehát, hogy igazából az embereknek nem, tehát nagyon sok embernél nem elősegíti, hanem inkább hátráltatja a felépülést. Most az is ilyen felmerülhet, hogy akkor a kritikusok szerint, hogyha nem betegségről van szó, akkor ez mi? És hát többféle válasz meg modell született ezzel kapcsolatban. Most itt egyet hoztam föl példának, akit érdekel a téma, annak ajánlom is a könyvét, hogy olvassa el, Mark Lewis, aki maga is heroinfüggő volt, és írt egy a Vágyak biológiája című könyvet, amelyben kimondottan a betegség elméletet kritizálja, illetve hát ő egy neurobiológus, tehát neki vannak lektorált szaklapokban is cikkei ebben a témában, és hát ő például azt mondja, hogy a függőség nem felel meg a betegség kritériumának, hanem alapvetően egy tanult viselkedés, egy fejlődési zavar, gyakorlatilag egy rossz szokás, ami egyébként ő szerinte ezzel nem bagatelizáljuk a függőséget, tehát nagyon káros hatásai vannak ettől függetlenül, viszont szerinte azzal, hogyha betegségnek nevezzük, azzal inkább ártunk és nem használunk, és hát ő, amit ő hangsúlyoz, hogy itt jóval inkább kellene előtérbe helyezni a társadalmi környezetnek, tehát társadalomban való drogfogyasztásnak a tényezőit, és hát ezekre kellene fókuszálni a helyet, hogy
hogy ezt egy ilyen genetikailag örökölt krónikus agybetegségként tartjuk számon. És hát ami ezekben a vitákban lehet egyébként fönt érdemes megnézni egy-két ilyen vitát, vannak fönt a YouTube-on is, például Nora Volkov és Mark Lewisnak a vitája egy ilyen amsterdami konferencián fönt van a YouTube-on, és hogy ami ugye felszokott itt a szabad akarat, vége már elég filozófiai szintre megy a vita, hogy a szabad akarat gyakorlatilag létezik-e függők esetében, és hát ugye ez alapvetően lehet egy ilyen pozitív értelmezése is, ugye például itt láthatjuk ezt a plakátot, hogy az addikció az nem egy választás, ez egy betegség, tehát hogy felszabadítja úgymond az erkölcsi teher felelősség alól a függőket. A kritikusok szerint azonban az, hogy ezek az emberek ebbe a helyzetbe kerültek, és rossz döntéseket hoztak, ettől még ezek a döntések a sajátjaik, tehát nem lehet azt mondani, hogy ne a szabad akaratukból történtek volna, és hogy gyakorlatilag ez az egész dihotómia, ez hamis, amit már az egészséges embernek, úgymond egészséges embernek a gondolkodásáról tudunk, az is azt mutatja, hogy az ember az nem egy racionálisan döntő lény, és hát ami pedig szintén ugye fontos, hogy a függőségből való felépülésben igenis nagyon fontos az egyéni motiváció, nem lehet például párhuzamra hozni mondjuk olyannal, mint a cukorbetegség. Tehát összefoglalva a vitának a érveit, vagy a két modell közötti hasonlóságokat és különbözőségeket, tehát ami hasonló mind a két modellben az, hogy a függőség során az agy működése alapvető változáson megy keresztül, tehát ezt egyik oldal sem tagadja, ha bár másként interpretálja, hogy a függőséget nem kizárólag a drog okozza, hanem genetikai, pszichoszociális tényezők is okozzák, ezt sem vitatják. A függőséget meg lehet előzni, és abból fel lehet épülni, ezt sem vitatja senki. Az, hogy a törekvés a drogfüggők kirekesztettségének, megbélyezettségének a csökkentésére, ez is egy hasonló törekvés mindkét modellben. Ami viszont különbség az elsősorban egy ilyen szemantikai kérdés, egy szemantikai vita, hogy ez mennyire tekinthető betegségnek, patológiás jelenségnek, vagy mennyire a normális agyműködésnek a része gyakorlatilag. Jellemző egy ilyen különbség, hogy a betegségmodell képviselői elsősorban neurobiológiai kutatásokra hivatkoznak, a másik oldal a társadalomtudományira, aztán, hogy a betegségmodellnél jellemzőbb a farmakológiai, biotechnológiai módszereknek a promóciója. Aztán, hogy a függőség az egy krónikus állapot az egyik szerint, a másik szerint az életnek egy normális átmeneti állapota, és hát a hangsúly is más, tehát hogy a betegség tudaton van a hangsúly az egyik oldalon, míg a másik oldalon a függő személyes kompetenciáján és motivációján van a hangsúly. Ez persze nem jelenti azt, hogy ezek ne jelennének még mindkét elméletben, csak máshol vannak a hangsúlyok. Én nagyjából ennyit szerettem volna elmondani erről, remélem, hogy hasznosnak találjátok, aztán majd a viselkedési függőségek ezt az egészet szintén egy egészen új perspektívába állították ezt a vitát, amiről majd a Zsolt fog beszélni, és Jóska pedig a felépülés útjairól. Szerintem át is adom a szót.